Köszöntöm nézőinket, Ablak című magazin műsorunkat látják, stúdióbeszélgetéssel kezdünk. A tavaszi időszak is bővelkedik kulturális programokban, ezekről beszélgetünk ma. Vendégünk Szerencse Károlyné, a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ könyvtár és emlékházigazgatónője. Köszöntöm stúdiónkban. Nagy szeretettel köszöntöm a Sümegvárosi Televízió nézőit. Igazgatónő, a legnagyobb tavaszi program nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódik. Mivel tudják érdekessé tenni, izgalmassá tenni az idei március 15-ét? Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett városi megemlékezésünket koszorúzásokkal kezdjük március 14-én 14 órától. A városi temetőben az elhunyt hősök emlékére fohászmond Nagy József főesperes kanonok úr, majd ezt követően megkoszorozzuk a 48-as sírokat, a BEM-táblát, a Kossuth emléktáblát, és végezetül a hősök emlékműnél elhelyezzük a megemlékezés koszorúit a 48-as emlékkőnél. A nagyvárosi ünnepségünket jó idő esetén március 15-én 14 órától a Kisfaludy téren fogjuk tartani. A Radecki Huszár Egyesület és a Sümegi Lovagi Torna Egyesület közreműködésével, díszlovasságával rendezzük meg a programot. Lang Rudolf előadó művész, valamint Dávid Roland színművész, Midőn feltámadott a tenger című műsorával, Ramasz László örökös aranysarkantyús néptáncos és Nagy Márton a Sümegi Néptánc Együttes szólistájának verbunkos koreográfiájával, továbbá Püspöki János karnagyúr vezette Sümegváros Fúvós zenekarának 48-as indulóiból összeállított zenés műsorral emlékezünk a hősökre. Természetesen Véglászló polgármester úr megemlékező beszédet tart, és megkoszorozzuk a Pantheon falnál az emléktáblákat. Említette, hogy jó idő esetén, hogyha esetleg esős lesz az időjárás, akkor a helyszín? A műsorprogramokat mindenképpen meg fogjuk tartani a Kisfaludy Sándor Művelődési Központban, színháztermünkben. Tehát március 15-én 14 órakor kezdődik az ünnepi megemlékezés. Ezt a városi megemlékezést jól egészíti ki az emlékházba tervezett program. Mit tartalmaz ez? A Kisfaludy Sándor emlékházunkban a 48-as eseményekhez kapcsolódóan a Balaton Múzeum De mi magyarok maradunk című vándorkiállítását tekinthetik meg a kedves közönség. A kiállítást megnyitja Gyanó Szilvia, a Balaton Múzeum néprajzkutatója. Ez a kiállítás március 15-től április 15-ig lesz látható a vendégek számára. Ehhez a kiállításhoz kapcsolódóan pedig a gyermekek és az ifjúság számára szervezünk rendhagyó történelem órákat, érdekessé téve a 48-as forradalom és szabadságharc eseményeit. Két felhívást is tettek közé az elmúlt időszakban. Az egyik az Ébred a természet címet viseli. Milyen pályamunkákat várnak erre? A tavasz az ébredő természet lenyűgöző lehetőséget kínál a fényképezéshez. Profi és amatőr fotósok munkáit várjuk, a természet szépségeit bemutató fotókat szakmai zsűri értékeli és díjazásban részesíti, valamint a Gesztenyevirág Fesztiválunk alkalmából egy csodaszép kiállítást készítünk belőle, és bemutatjuk a ide látogató vendégek számára. Természetesen az értékes fotókat megjelentetjük a Sümeg és Vidéke városi lapunkban is, valamint a Sümeg online felületén is népszerűsíteni fogjuk. Meddig lehet beküldeni a fotókat? Április 25-éig várjuk a pályamunkákat a Sümegi Kisfaludy Sándor Emlékháznak az e-mail címére. Szerkesztés nélküli formában kérjük szépen, és a részletes pályázati kiírást elérhetik a honlapunkon és a Sümeg online felületen is. A másik ilyen pályázati kiírásunk pedig a gyermekek és a fiatalok számára a Famulus Vidékfejlesztési Egyesülettel közösen szervezzük, az Értékek Iskolája Sümegen program keretében az összművészeti pályázati lebonyolításunkat. Erre sok szeretettel várjuk a gyermekek, az óvodások, a kisiskolások és a gimnazistáknak a pályamunkáit. Különböző technikákból készített rajzokat,
a fotókat, irodalmi műveket és kézműves alkotásokat, mégpedig miért jó sümegen élni gondolatok mentén. Ezzel a programmal szeretnénk településünk értékeit népszerűsíteni. Erre a pályamunkákat pedig április 5-éig várjuk. És van egy másik felhívás is, amely minden bizonnyal nagyon népszerű lesz majd, hiszen egy televíziós tehetségkutató versenyhez kapcsolódik. Föltehetjük azt hiszem a kérdés, hogy hogy kerül az X-faktor sümegre? Igen, valóban 2017-es évben sem maradunk tehetségkutató verseny izgalmak nélkül. Nagy megtiszteltetés városunknak, hogy az RTL Klub televíziója megkeresett bennünket, és az X-faktor stábja meghallgatást tart intézményünkben március 24-én 14 órától pénteken. A jelentkezéseknek a részletes feltételeit pedig az xfaktor.hu honlapon találják meg a fiatal tehetségek. Én úgy gondolom, hogy Sümeg és környékén is vannak olyan énekelni szerető tehetséges fiatalok, akiket én bátorítok arra, hogy jelentkezzenek és jöjjenek el a meghallgatásra. Hogyha tovább nézzük a tavaszi programokat, akkor azt láthatjuk, hogy április 7-én is várják majd a közönséget. Milyen programra kerül ekkor sor? Ebben az évben ünnepeljük Laborfalvi Róza születésének 200. évfordulóját. Sokan a művésznőt a Jókai Mór hitveseként ismerik, de tudni kell róla, hogy a magyar modern színjátszás egyik legjelentősebb alakja, kitűnő drámai színésznőként írta be magát a színház történelembe, de mivel hangfelvétel nem készült hangjáról, és film sem készült a színészi munkásságáról, ezért élő szóval egy rendkívül érdekes, értékes előadás formájában fogja megjeleníteni a művésznőt számunkra dr. Prasznovszky Mihály a Világszép Róza című előadásával. Erre nagyon sok szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket könyvtárukba. És aztán másnap, április 8-án a Dunántúli táncversenyre kerül sor. Milyen műfajban versenyeznek a táncosok, és mit kell tudnunk erről a megméretetésről? Immár 9. alkalommal kerül megrendezésre városunkban a rendkívül népszerű Dunántúli táncverseny. Ezt abból a célból szervezzük meg, hogy a táncművészetet egy kicsit népszerűsítsük, a fiatalok körében a mozgáskultúrát terjesszük, a táncegyütteseknek a szakmai munkáját segítsük, és nem utolsó sorban, sőt nyomatékosan városunk kulturális turizmusának a fejlesztése a célunk, hisz ezen a napon, erre a hétvégére rengetegen, több százan jönnek az ország minden részéből versenyzők, hozzák magukkal a hozzátartozókat, látogatókat, vendégeket, akik egyébként is kíváncsiak városunk nevezetességeire. Szakmai szempontból ez már egy nagyon elismert, népszerű program. A táncversenyünket különböző tánckategóriákba szervezzük, közel 10 műfajban lehet jelentkezni, így a klasszikus balett, a jazz balett, a modern tánc, a kortárs tánc, a hip-hop tánc, a látványos színpadi tánc, a táncszínház, tehát a táncnak minden kultúrája megjelenik ezen a versenyen. Egészen a mini, gyermek, junior és felnőtt kor csoportban egyaránt. Ez egy nyílt minősítő táncverseny, amely már nem csak Dunántúli, hanem mondhatom azt, hogy országosra nőtte ki magát. Kiváló szakemberekből álló szakmai zsűri értékeli a produkciókat, kiadja az arany, ezüst és bronz minősítéseket, valamint Sümegváros önkormányzatának felajánlásából el lehet nyerni a Sümegkupa díjat, a Dunántúli táncverseny bajnoka serleget, aztán sor kerül nívódíjas koreográfusok díjazására, előadó művészeti díjak átadására és a szakmai zsűri által meghatározott külön díjak kiosztására is. Erre a hétvégére nem csak a táncosokat várjuk természetesen, hanem a táncot kedvelő érdeklődő közönségünket is, mert ez egy nagyon szépen, gyönyörűen felépített, látványos táncműsor is egyben. Említette, hogy a Dunántúlról, illetve az ország több településéről is érkeznek táncosok, no de mi a helyzet a sümegiekkel, ők mennyire vesznek részt ezen a versenyen? Mint ismeretes, Sümegen a tánckultúra rendkívül gazdag és nagyon népszerű táncművészeti műfaj. Az amatőr művészeti csoportjaink természetesen jelen lesznek
ezen a versenyen igazi házigazdaként fogadják majd a ide látogató csoportokat, hisz ennek a versenynek a kapcsolatépítés is a célja. Én nagyon szurkolok a sümegieknek, minden alkalommal nagyon szép díjakat szoktunk ezen a versenyen nyerni. Megint csak, ha időrendben haladunk, akkor következik a húsvét. Húsvét előtt milyen programokat kínálnak a közönségnek? Nagyon népszerű városunkban, a gyermekek és az ifjúság körében a közösségi programsorozatoknak a megszervezése. Húsvétváról játszóházakat szervezünk, tavaszi kézműves foglalkozásokat. Csízi Istvánné népi iparművész érkezik hozzánk, aki bevezeti a gyerekeket a gyönyörű tojáskarcolás rejtelmeibe is. De emellett természetesen a tavasz folyamán különböző rendhagyó irodalomórákat és rendhagyó történelemórákat és vetélkedő programsorozatokat is szervezünk számukra. És akkor elérkeztünk a legnagyobb attrakcióhoz, ez pedig a Gesztenye Virág Fesztivál. Mit kell tudnunk az idei programról? Most még a szervezés első szakaszában vannak, gondolom. Sümegváros vezetésével és a szervezőstábbal már átbeszéltük és előkészítettük a nagyon népszerű Gesztenye Virág Fesztiválunknak a programját és a szervezési feladatait. Ez tulajdonképpen a tavasz jegyében született meg ez a rendezvény, tehát ahhoz kötődően és Sümegvárosának a nevezetességeinek a bemutatásához kötődően szervezzük fesztiválunkat. Három olyan nagyobb program eleme lesz, amire így előzetesen nagy szeretettel várjuk a vendégeket. Az pedig a szombaton este a Kártágó zenekarnak a nagy koncertjére kerül sor, valamint vasárnap pedig a ifjúság és a fiatalok körében nagyon népszerű Ócsó-Macsó koncerten szórakozhatnak a kedves ide látogatók. Ezen kívül lesz motoros felvonulás és motoros attrakcióként kaszkadőrök bemutatója is. Ezen kívül még a Kisfaludi Emlékházban különböző közösségi programok, gyermekprogramok a családoknak, különböző kikapcsolódási lehetőség is, és minden olyan program várja a kedves érdeklődőket, ami népszerűvé teszi városunkat ezen a hétvégén. Igazgatónak köszönöm, hogy megosztotta nézőinkkel ezeket az információkat, és jó munkát kívánunk a felkészüléshez. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget és a figyelmet.